majdnem minden tantárgyból abból építkezem, amit itt tanultam. Amiért én leginkább hálás vagyok az AKG-nak, az az, hogy a lányom amikor bekerült, és hát nyilván a mai napig is ő diszlexiás, de az AKG-ban ő úgy érettségizett le, hogy 4 darab 100%-os érettségit csinált, jelenleg a Semmelweis Egyetemen tanul és párhuzamos képzésben, tehát egyszerre 2 egyetemen, párhuzamos képzésben pedig pszichológia karon. És 480 pontja volt abban az évben, amikor végzett. Azt veszem észre, hogy azóta is, tehát amiket az egyetemen mesél, hogy mik történnek, milyen órákon, vagy hogy ott hogyan tudja fölvenni azt a fonalat, amit ott neki föl kell venni. Tehát abból is arra következtetek, hogy rengeteg dolgot tanult meg itt, amit nagyon jól tud kamatoztatni ott az egyetemen. Pont ma volt egy előadásom, ami szóról szóra magamban mondtam párhuzamosan az előadóval az anyagot, pedig sosem volt politológia órán. Azt veszem észre, hogy azóta is, tehát amiket az egyetemen mesél, hogy mik történnek, milyen órákon, vagy hogy ott hogyan tudja fölvenni azt a fonalat, amit ott neki föl kell venni. Tehát abból is arra következtetek, hogy rengeteg dolgot tanult meg itt, amit nagyon jól tud kamatoztatni ott az egyetemen. Olyan komplex tárgyakat tanulunk, ahol az összefüggés, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tanárok, és ezáltal most jövök csak el, hogy sokkal több ismeretet sajátítottam el, mint amikor gondoltam volna, hogy a történelem tanták keretei között lehetőség van. Nagyon stabil tudásom van, úgy érzem, és nagyon mély, megalapozott, és sokkal fontosabb, mint a lexikális tudás, amit még bármikor újra lehet építeni, hiszen sosem marad állandó, de az összefüggések látása és ismerete és a mélyebb gondolkodás, azt tanultam meg itt elsősorban. Tehát ebben nagyon-nagyon benne van az ő törekvése, energiája és munkája. És nyilván benne van a család és a családi segítség is. Na de azért ez nem ment volna az AKG nélkül.